Negátolják a hatóságokat a sertéspestisben szenvedő állatok elpusztításában. Ezzel a felhívással fordult a lakosság felé Rájad Áráfát a belügyminisztérium államtitkára szerint egyébként nincs ok aggodalomra, hiszen a kór emberre nem veszélyes. Meg kell érteni, hogy az afrikai sertéspestisre nincs sem oltás, sem pedig gyógymód az állatok számára, fogalmazott Raida aki a kor terjedésének megfékezése érdekében a lagosság együttműködését kérte. Ez egy rendkívül agresszív betegség, fontos azonban tudni, hogy nem jelent veszélyt az emberi egészségre nézve. Egyrészt ezt az üzenetet közvetítjük a lakosságnak, másrészt bármilyen óvintézkedést teszünk, legyen az a sertés elpusztítása vagy különböző háztáji fertőtlenítések, szükség van a lakosság együttműködésére, hogy megállíthassuk a kór terjedését. A mezőgazdasági tárca államtitkára is megszólalt az ügyben, elmondta, minden gazdát tájékoztattak a kórral kapcsolatos tudnivalókról. A megyei mezőgazdasági ügynökségek, az apja, a polgármesteri hivatalok és a prefektúrák képviselőin keresztül tájékoztatjuk a gazdákat arról, hogy mit jelent ez a vírus, hogyan terjed és melyek a tennivalóink. Hozzátette, a kormány által megígért kártérítések kifizetése már elkezdődött.